Hétfőn reggel a magyarra kezdődött meg az idei érettségi időszak. Az első napon több mint 70 ezer diák ült a padokba országszerte, hogy megkezdje a 4 órás vizsgát, melyet nehezített, hogy a fiataloknak különleges biztonsági intézkedések mellett kellett számot adniuk a tudásukról. Múlt héten a takarító személyzet egy nagy fertőtlenítést végzett az iskolában, bár ezt megtettük akkor is már, amikor a gyerekek elmentek március 16-án az épületből, de most frissítettünk újra. Készítettünk a gyerekeknek egységcsomagot, amiben kaptak gumikesztyűt, kaptak egyszerhasználatos maszkot, ezt minden napra előkészítettük, és voltak is olyan diákok, akik végig használták, és gumikesztyűben írták például a dolgozatot. A bejáratnál figyeltünk arra, hogy ahogy érkeztek, rögtön mentek fel a tanterembe. 9 órakor kezdődött az írásbeli, de a kollégák már 7:30-kor itt várták a gyerekeket a tanteremben, hiszen voltak olyan diákok, akiknek a busz vidékről korábban érkezett, őket rögtön fölküldtük. Aztán nagyon fontos dolog volt, hogy úgy helyezzük el őket a tantermekben, hogy minél kevesebben legyenek. Nekünk most az idén 57 érettségiző volt magyar nyelv és irodalomból, őket 10 tanterembe osztottuk szét, tehát volt olyan tanterem, ahol 6 fő volt, volt olyan tanterem, ahol 5 fő volt, ennél több gyereket nem helyeztünk el egy tanteremben. Itt a dolgozatok begyűjtésénél is figyelnünk kellett nagyon, hiszen gumikesztyűt használtak a kollégák is menet közben, leadásnál is, és egynapos karanténba helyezzük a dolgozatokat, és majd csak holnap délután vehetik fel a javító tanárok. A 2-es alsó határa idén is 25% a középszintű magyar érettségén, azonban mivel kivételes helyzetről van szó, idén lesz lehetőség a javításra. Vagyis ha az írásbeli teljesítmény elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25%-ot, szóbeli vizsgát tehetnek a diákok, akiknek korábban még nem ismert körülmények között kellett ma helytállniuk. Azt hittem, hogy sokkal stresszesebb lesz. Amikor megérkeztünk még így az iskola előtt, azért tudtunk pár szót váltani a barátainkkal, szóval ez azért kicsit feloldódás volt. Maszkba kellett belépnünk, anélkül nem engedtek be, mert 4 helyen mentünk be az iskolába, szóval tényleg figyeltek a előírásokra, meg azért a higiéniai dolgokra. Aztán 8-an voltunk egy terembe, és közben már nem kellett viselni a maszkot az írásbeli közben, tehát azt így ránk bízták, hogy szeretnénk-e vagy nem. A feladatsor szerintem nagyon korrekt volt igazából. Az első rész után épp, hogy így bele lehetett férni az időbe, de jól érthető volt a szövegértés, meg az érvelés témája is nagyon rendben volt. Az eduline.hu azt írta, érettségiző barát szöveget kaptak a diákok a magyar érettségi első részében. Az általuk megkérdezett szaktanár szerint az időbe is bele kellett férniük a vizsgázóknak. A könyvek történetéről, olvasásról és a kódexekről kaptak szövegértési feladatot a középszinten vizsgázók az idei magyar érettségi első részében. A vizsgázóknak először értelmezniük kellett a 2 oldalas szöveget, majd különféle feladatokat kellett az alapján megoldaniuk.